tanakodott magával, hogy mit tehetne a fényével. Hiszen a társai már adtak az embereknek világosságot, meleget. Jaj, vajon ő is talál valamit? Ő is tehetne valami jót? Másfél nap még vissza volt adventig, ám a bátyaszéki integrált óvodába ezen a péntek estén már külsőségeiben és belsőségeiben egyaránt beköltözött a kereszténység legnagyobb ünnepére való készülődés jellemző áhítat. Így van ez már régebb óta a településen, azon a napon, amikor a gyerekek sokoldalú fejlesztésére törekvő óvoda ott bent az intézmény falain belül egy kicsit önmagát is ünnepli okkal, meghívva erre az eseményre a gyermekintézmény valamennyi dolgozóját, és természetesen a korábbi már nyugdíjba vonuló kollégákat is. Természetesen ez alkalommal is középpontba állítva a gyerekeket, a legkisebbeket, a 3 éveseket. Egy amolyan rájuk szabott betlehemessel lepték meg a szép számú közönséget ezúttal. Valóban a kis Jézushoz indulnám. Ajándékot viszünk neki, sajtot túrót. Gyertek utána, mindjárt! Zenéssé, táncossá, koreografált kis műsorban 3 és 5 éves gyerek egyaránt szerepelt, 2 hetet igényelt a felkészülés. Itt 9 csoport van, és mind a 9 csoportból gyakorlatilag gyerekeket válogattak be a kolléganők. Olyan gyerekeket, akik nagyon szeretnek szerepelni, és nagyon szívesen szerepelnek, mivel nálunk a tehetséggondozás az kiemelt tevékenység, így a tehetséggondozás keretén belül most egy kicsit nagy szavakkal mondva a dráma tagozat, de hát ugye ez nem így működik óvodában, ezek a gyerekek nagyon szeretnek szerepelni. Nézzétek, hogy mosolyognak rátok! Integessetek neki! Hadd lássák fényeteket, csillogásotokat, a szeretetet a szívetekben, a szeretet vágyát, hogy soha ne aludjék ki. Mint megtudtuk, az intézmény vezetése élő kapcsolatot tart a régiekkel, a nyugdíjasokkal. A jelenlegi nevelő kollektíva között sem csupán 8 órás munkaidőre korlátozott szakmai kapcsolat létezik, ennél sokkal több. Nem zárul le egy napja egy óvodapedagógusnak, hogy 6,5 órát ledolgozza úgymond a csoportban, és hazamegy, nem. Ezt nem tehetjük meg, mert utána is azért még számtalan dolog van, amit végeznünk kell annak érdekében, hogy a másnap, illetve az a folyamat, amit elkezdtünk, azt kellő igényességgel végig tudjuk vinni. Nagyon-nagyon örülünk, és tényleg nagyon tehetséges gyerekeink vannak, és mi igyekszünk kiaknázni, és minden lehetőséget biztosítani számukra, hogy fejlődjenek, és megtalálják az útjukat majd a jövőben. Hogy évközben az átlagból kiemelkedő kisiskolás rajzosokkal, gyermektáncosokkal, vers és prózamondó csöpségekkel találkozhatunk, nos ehhez a maga eszközeivel a 3 óvodából lett remek körülmények között működő 1 nagy óvoda is minden bizonnyal hozzájárult.